Elektromos autókat töltenek Pécsen ezen a köztéri állomáson a belvárosban. A zöld rendszámos autók ingyen parkolhattak eddig a városban. Azonban ezen változtat az új pécsi parkolási rendelet. A városháza sajtósát telefonon értük utol, aki elmondta, hogy várhatóan júniustól lép életbe új szabályozás, amely különbséget tesz a zöld rendszámos gépjárművek között, és nem ad mindegyiknek kedvezményt. Pécset kizárólag a tisztán elektromos üzemű autók parkolhatnak ingyen a parkolási zónákban. Korábban ez minden zöld rendszámot viselő autóra, többek között a most ugye sokat emlegetett plug-in hibridekre is vonatkozott. Magyarországon ugye ez egy teljesen egyedülálló. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy helyes döntés volt. Tehát az autó parkolhat 0 forintért Pécs parkolási övezeteiben, aminek a károsanyag kibocsátása nulla, ezek a tisztán elektromos üzemű autók. Kérdés azonban, az ide érkező látogatók vagy turisták esetében, illetve az itt élő elektromos autótulajdonosok hogyan érvényesíthetik a kedvezményüket az új rendelet szerint? Azt fogjuk kérni majd a pécsi polgároktól, hogy regisztrálják előzetesen az elektromos üzemű autóikat. Azoknak sem kell fizetnie majd parkolásért, akik vidékről érkeznek tisztán elektromos üzemű autókkal. Előfordulhat természetesen, hogy nem regisztrálják az autójukat indulás előtt, és előfordulhat, hogy Mikulás csomagot meg fogják kapni a szélvédőjökre. Viszont ebben nem csak csekk lesz, hanem egy nagyon részletes, pontos és világos tájékoztatás arról, hogy hogyan lehet gyakorlatilag ezt a pótdíj befizetést meg nem történté tenni. A tervek szerint a forgalmi engedély utólagos bemutatásával törlik a büntetést. A részleteket most dolgozzák ki. Az új önkormányzati rendelet azonban csak a koronavírus járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében hozott kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése után lép életbe. Ez előreláthatólag júniusban lehet.